2011 őszén adták át üzemeltetésre az Agrárinnovációs Központ mellett felépült piaccsarnokot. Az eltelt pár hónap során mind az árusok, mind a vevők megszokták az új helyet, azonban az idő elteltével a pozitív fogadtatás után néhány dolgot hiányolnak az érintettek. Már most kezdik megszokni az emberek az egész piaccsarnokot, és már most úgy kezd kialakulni, hogy jobb idő lett a palántások, és így jobban már megismeri, hogy van itt ilyen is, mert egyszerűen nem is jöttek be, mert nem tudták, hogy mi van itt. Először, hát mell, vagy ami negatív, hogy még nincs biciklitároló mezőkövetel, sajnos a piaccsarnok környéke bicikli hátán van, és ezt kéne sürgősen tényleg megold. Hát van pozitív is, negatív is, hogy meg kell szokni, mert eddig megszokták azt, hogy kijöttünk, és akkor kint lötyögtünk. Itt egy zárt helyet kell nekik megszokni, hogy de van, akinek nagyon tetszik maga az épület. Mindenkinek, aki jön vidéki, vagy mit tudom, a Zsóriból jönnek be, mindenki el van ájulva, meg nézegetik, hogy szépen néz ki. Hát vannak kisebb hibák, ha fedett volna, az meg volt tökéletes volna akkor. A piaccsarnokban tett sétánk során kamerán kívül többen csatlakoztak Takács Józsefné véleményéhez, miszerint a létesítmény modern, a kornak megfelelő, azonban megjegyezték, hogy kevés a kerékpártároló, melynek hiányát főként csütörtökön és szombaton, a két legforgalmasabb piaci napon érzik meg a vásárlók. Az elmúlt hónapok során a megkérdezettek többsége megszokta a piac új kialakítását, már megtalálják a kedvenc árusukat, nem jelent gondot a keresett stand megtalálása.